Nem kell többet fizetni a közétkeztetésért Miskolcon. A többi közt erről is beszéltek a közétkeztetési tanács alakuló ülésén. Az eseményen elhangzott, hogy az infláció növekedése nagyban befolyásolta az étkeztetés árát, az áremelkedésről azonban sikeresen megállapodott az önkormányzat és a KEM ZRT. Megalakult a közétkeztetési tanács, erről még szeptemberben döntött a közgyűlés. Első ülésüket pénteken tartották meg. 2017 áprilisától biztosítja a város számára az intézményi közétkeztetést. Varga Andrea alpolgármester az ülésen hangsúlyozta, hogy az önkormányzat még 2017-ben kötött 10 évre szerződést a kórház és menza étkeztetés szolgáltató ZRT-vel. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban jelentős változások voltak az étkeztetés területén. Ez sajnos nem független a gazdasági helyzettől. Ezt mindannyian egészen pontosan látjuk, ha másból nem, akkor otthon a családi kasszából pontosan érzékeljük, hogy az alapanyag árak emelkedése következtében az elmúlt időszakban különösen nehéz ugyanakkora összegekből gazdálkodni. Varga Andrea hozzátette, hogy hosszas tárgyalásokat követően sikerült a KEM ZRT-vel megállapodniuk az áremelés mértékéről. Az önkormányzat az infláció növekedése miatt keletkező különbözetet is átvállalta, így az érintetteknek nem kell többet fizetniük az ebédért Miskolcon. Igyekeztünk minden körülményt figyelembe véve a lehető legjobb opciókat és pénzügyi konzíciókat kialakítani, hiszen az étkeztetés az mindannyiunk számára egy rendkívül fontos terület. A városvezetés célja, hogy az intézmények asztalára kerülő étel jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre.